Na, hát sziasztok, ismerthetem mindenkinek, Delen csatornáján vagytok. Hát, srácok, én kérek elnézést, hogy a háttérben több Skype beszélgetés is megy, de egy jó tevőről van itt szó. Ez a Rock Wilson nevű játékos. Rendes volt, adott 16 milliót. És elment, hallod? Hát el, persze, mert mondta, ott írja alul, elment. Hogy jó, hát tudom, hogy elment, de azért, mert írta, hogy megy locsolni NPC-ket, ott megy a srác. 16 milliókkal megtámogatta a klánunkat, úgyhogy majd most, na mennyit hagyjak, Bandi, vagy hogy legyen? 6 milliót adok. Hát, megyek egy olyan másik mocit? Hát, ahogy akarod, nekem mindegy. Odaadom. Nem, mert akkor ezt leadom és veszek akkor egy olyat, mint a tiéd. De hogy leadod? Hát 1 milliós motor azért vasban ne add le. Odaadhatod most is, azt elmegyünk, megveszünk, azt nézzünk garást. Ilyesmi. Hát az a baj, hogy ennyiből nem... Na jó, mindegy, akkor... Mi az idéd? 2-10... Akkor odaadom most. Jó van. De 6 milliót adok. A többi az enyém. 2-10... Jó, csak 6 millió... Még egy nulla. Hogy? Kicsit sokan vannak a szellon, aztán egy időben telik, míg elmegy a lóvé. Hát kaptad? Persze. Na, ez matek lesz. Ez matek lesz neked, azt már vágom. Várjál, most van. 6-0. Meg lesz, Bandi, meg lesz. 6-1-4-4, 6000, 86000, 186000, akkor 6 millió 800. Nem, 6 millió 86 ezer. 80. 6144. Hát inkább. Nem baj, megoldjuk. Érted? Hát. Mindig is nagy matematikus voltam. Hát az jó, nagy matek zseni vagy, az biztos. Még egyszer mondom, srácok, hogy elnézést, hogy a háttérben folyik még egy beszélgetés, csak a Bratyónak. Na, azt mondja, hogy... Beszélnek a másik oldalon is. Uram, uram. Az a baj, hogy ennek a gyereknek, ezek a Triton Jamesnek és gyorsasági van, és arra mennek rá. De még azt, hogy nem tudunk eladni egy motort. 1,3-ba adja ezt a motort. T. Ugye T betűvel írom. T-vel, persze. Hello, urak. Motor érdekel. Atravantos, hogy becsúszott, bazzak, figyeled? Na, az a baj, hogy ezért akarja megvenni, azt a gyorsaságit akarják megvenni. Nem fogod tudni eladni, amíg az a gyerek itt van. 940 ezre van a gyereknek. Közben írja a gyerek, hogy a Trabit adná ingyen. Miért nem adja... Beírom neki, hogy miért nem adja le inkább. Abból van legalább pénze. Hát nem, hát ezt mondom neked. Ennyi nem fogod tudni. Nem is az a gond, mert eladná, tehát 1 millióban volt a motor 5 kilót, csak megér, bazd meg. Nem mondja senki, hogy fél árban nem lehet eladni valami. Csak itt van a gyorsaságival a srác, azért nem. Mert az menőbb, mint a te... Nem tudom, milyen motor ez. Aha, beírom ide, hogy motorféláron urak. Hát, ez, ja, valami ilyesmi. Nincs slotom, hát ja. Motorféláról valaki. Mi? Nem. Figyelj. De azt a srác kérdezi, aki árulja a motort. Közben beírtam, hogy Akkor gyorsasági kell. Figyelj, tiéd? Igen. Itt egy vevő.
Ez azt melyik már licitálni fognak, hallod? De Bandi, de azt kérdezi, aki a másik motoron ül. Nem fogjad megvenni könnyen. Hogy kell adásvételt? Nem fogjad kérni. Megvenni könnyen. Magyarul. Az szép. Nem, de azt mondja a gyerek, hogy izé, hogy nem fogják könnyen megvenni, ez hülyeség. Hát ez bazd meg, azért nem egy 140 ezeres lobogó, az egy millió. Utalod a pénzt, utalod a pénzt. Várjál, Bandi, beírok neked valamit még mielőtt. Adom a csot. Nem, Bandi, ez nem így működik. Hát ha a nevén marad, akkor vonják a járműadót meg minden, ez nem így működik, Bandi. Aha. Függetlenül, hogy tudnál használni. Érted? Kell ingyen autó? Azt mondja. Nem. Tök fel az a motor pedig. Én 2 forintot ne adnék az én a motorért, hallod. Ez nem biztos, hogy így el fogjuk adni. Pedig az árát megérhető, 1 milliós motor 5 kilóval teljesen rendben van. Leonard L. Steve. Na fogadjunk, hogy vigyél, el. Figyeld, elviszel, mondom. Bírom ezeket a önkéntes taxinak nézik, és a fele meg el akarja csak lopni a motort. Mint a múltkor, bazdnak, ezt nem tudtam fölvenni, pedig epic volt. Akkor bére írek, hogy hogy kell adásvételit ilyet csinálni? Ja. Hát kérdezd meg, ja, ott megkérdezted, az hát, ha valaki leírja. Azt hiszem, ferdevonal adásvételi idé. Mit tudom, nem tudom, én is az a baj. Adásvételit hogy kell írni? Már mindenki ír mindenkinek, bazd meg. De olyan szépen elírkálnak egymás mellett, hogy ez olyan katasztrofális. Az a helyzet. Jó van, bratyó, figyelj! Vigyél a... Ütögeti a gyerek, basszok, hallod? De szerintem véletlen volt. Na, a másik is, hallod? Menj már! El is szaladt. Az a szerencső, az a városházam vagy. Azért bírom ezeket, hallod? Igazi nokik. Nézzek, csak erőszakoskodik a gyerek, hogy vigyük el. Nem igaz, hogy nem érti meg. Vigyél már el határ. Mi ez? Magyarul se tud, vagy mi ez? Vigyed a gecsét, itt van, hallod, és csak tologat, hallod? Jó, Bandi, hagyjad, mert a múltkor is bazen, de nem lehet csak így lebaltázni, meg mit tudom, nem. Főleg nem a városháza előtt, bazd meg. Szerintem csak valamiért eléd állt, nem hiszem, hogy kötözködne. Aha, ott van. Adásvételi ID összeg. Aha. Akkor adásvételi... Ott van adásvételit, hogy kell írni? De ott írja a gyerek. Ez a Churchill Steve. Nem próbáltam még, majd kipróbáljuk. 200 000-et kapsz, csak vigyél. Azt mondja, nem. Hát még jó, hogy nem. Akkor futok, leszarlak titeket. Hát akkor fussál, bazd meg. Hát ez kéz, bazd. Nem érti meg, hogy el ott fut. Nem érti meg, hogy el akarjuk adni a motort, basszus. Ez nevetséges, hogy beírtam. Ugye beírom. Ugye erre a motorod? Járja, de lenyomom. Na jó van, srácok, én úgy veszem észre, hogy ez nem igazán sikerült összejönnie ennek az eladásnak. Megpróbáljuk majd máskor. Lövöldöznek, öcsém. Hallom. Hát valaki valahol biztos.
Na jó, srácok, akkor ezzel a videóval búcsúzom, hát ez nem a legjobb lett, az biztos, de megpróbáltuk elbizniszelni. Jönnek még további videók, csak itt egy kis technikai malőr volt, és itt elkonvertálgattam egy-két dolgot. Borzalmas, hogy YouTube milyen minőségromlást csinál. Úgyhogy... Azt mondja, csáv, gyere a déli rót, eladjuk. Megyünk? Jó, van, mindjárt csak befejezem a videót. Mindjárt. Írja neki. Ok. Na, jó van, srácok, megpróbáljuk akkor eladni a délin, de ez már nem lesz a videóban, mert szerintem nem fogjuk tudni. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és osszátok meg, hogy minél több emberhez eljusson, ezáltal növelve a kedvemet, hogy folytassam a videózást. És további minden jót, bármit is csináltok, bármivel játszatok. Úgyhogy Dead End voltam. Sziasztok!